19 diák ballagott a Bábesbolyai Tudomány Egyetem földrajzkar Gyergyószent Miklósi kihelyezett tagozatán csütörtökön délelőtt. Több mint 500 diák és 20 tanár öltözött népviseletbe a Sallamon Ernő Gimnázium újrakezdés jegyében szervezett idei, immár 17. hagyományőrző napján. Ismét megnyitották a 4-es panziót és kempinget, táborozókat, átutazókat, környékbelieket egyaránt várnak. Jó estét kívánok, híreink következnek, kérem tartsanak velünk! Az elmúlt évek nem szokványos ballagási ünnepségei után ismét felszabadultan, szabadtéren, a családtagok, ismerősök körében tarthatták meg a kicsengetést a Bábesbolyai Tudomány Egyetem földrajzkar Gyergyószent Miklósi kihelyezett tagozatán csütörtökön délelőtt. Idén az intézményben magyar és román alapképzésen 24 diák, valamint 25 mesteriző végzett. A Bábesbolyai Tudomány Egyetem Gyergyószent Miklósi kihelyezett tagozatának csikikerti épülete előtt szabadtéren tartották csütörtökön délelőtt az ünnepséget, amelynek keretében sorra szólították a végzősöket, akik átvehették az okleveleket, majd az osztályfőnökök mondtak búcsúbeszédet. A sikeres államvizsga után egy olyan diploma lesz a kezetekben, amellyel bárhol érvényesülni tudtok. Azok számára, akik munkát keresnek majd a turizmusban, meg lesz a belépőjük egy állásinterjún, sehol sem fogják a BBTL diplomáját félretenni. A diploma egy belépő valójában olyan, mint egy névjegykártya, tárgyalási alapot képez, egy lehetőség, egy résnyire nyitott ajtó. Ahhoz, hogy ez az ajtó szélesre táruljon, számot kell adnotok néhány fontos dologról. Számot kell adnotok majd a tudásotokról, melyből ki többet, ki kevesebbet szívott magába az elmúlt években. Aki többet, az tökéletesítheti. Aki kevesebbet, az pótolhatja, mert a tudásnak értéke volt, értéke van, és hiszem, hogy értéke lesz, még akkor is, hogyha ezt nem mindenhol tapasztalják. A beszédek sorában elhangzott, hogy a tudásért keményen meg kell dolgozni, ugyanakkor annak értéke is van. Az egyetem pedig mérföldkő lehet bárki életében, ezért ajánlják az érettségizőknek, hogy válasszák ezt az utat és tanuljanak tovább. A végzősök és a többi évfolyam nevében is mondtak diákok beszédet, felelevenítve a közösen átélt időszakot, nem titkolva, hogy a járványhelyzet miatt az elmúlt évek nem szokványos egyetemi tanulást jelentettek. Mind olyan lelki és szellemi értékekkel tömtük meg tarsolyunkat, amik ott lesznek velünk a jövőnk formálásában. Hálával és ugyanakkor büszkeséggel tölt el, hogy erre az egyetemre, és kifejezetten erre a tagozatra járhattunk, mert ugyan kimondhatná még el azt, hogy a legapróbb papírügyel is nem fordulhatna a mi kedves és segítőkész titkárnőnkhöz, vagy hogy órán és órán kívül a tananyag mellett ilyen nagyszerű emberekhez ismerhettünk meg a szakma mögött, és önfeledt kacogás hangja is szűrődnek ki a teremből. Az elején még idegenkedve, szigorúan meredtünk a feladatlapokra, de az éjszakában nyúló közös munka nagyon jó csapat összerázónak bizonyult. Amennyire az elmúlt két év szűk keretei engedték, mi azért teljes jelenlősséggel és közös tevékenységekkel összetartottuk kis közösségünket. Dr. Dombai István egyetemi docens, az intézmény igazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy a járvány miatt megerősödött az online tér hódítása, de nem szabad megfeledkezni a legfontosabb értékekről az életben, az egészségről, barátságról, emberi kapcsolatokról. Elveszítettük az emberségünket, az emberi kapcsolatainkat. Ez a technika, ez az informatika jó, kell, hasznos. De ne felejtjük el, hogy emberi kapcsolatokat, tisztelet, szeretet, barátság, segítőkészség nem megy az internettel és nem megy az informatikával. Tanítani, oktatni nem lehet. Ahhoz, hogy az oktatás, a tanítás sikeres legyen, élménydús legyen, értelmes legyen, ott kell találkozzon a diák a tanárral.
Az útravalónak szánt gondolatok, megható pillanatok után átadták az intézmény kulcsát a következő végzős osztályok képviselőinek. Alapképzésen turizmus földrajz szakon 24-en, mesterképzésen ökoturizmus és fenntartható fejlesztés szakon 25-en ballagtak. A végzős diákokra még vizsgák várnak, mielőtt elbúcsúznak az egyetemi évektől, vagy pedig beiratkoznak a mesteri továbbképzésre a már 25 éve működő Gyergyószent Miklósi kihelyezett tagozaton.514 diák és 20 tanár öltözött népviseletbe a Salamon Ernő Gimnázium újrakezdési jegyében szervezett idei hagyományőrző napján. Két év kényszer szünet után a Gyergyószent Miklósiak örömére újra több százan járták a körtáncot a gimnázium épülete előtt. A folytatás újrakezdésének nevezte az idei 17. hagyományőrző napokat a Salamon Ernő Gimnázium igazgatója Ferenci Attila. Miután két év kényszerszünet után újra megrendezésre kerülhetett az iskola nagymúltú hagyományőrző eseménye. 2003-2004-ben Patek Mária tanárnő kezdeményezésére indult útjára az esemény, majd lelkes szervező tanárok bekapcsolódásával egyre színesebbé nőtte ki magát. Idővel felvette az iskola volt diákja, Tarisznyás Márton néprajzkutató nevét. A legutóbbi rendezvényt 2019-ben szervezték meg. Ez már túlnőtte a tanintézmény falait, már nem csak a város, hanem két magyarországi és egy krajovai gimnázium is bekapcsolódott az eseménybe. Ekképp összegezte a nagymúltú rendezvény rövid történetét az iskola igazgatója, majd hozzátette, 2019-ig az iskola volt igazgatója, Lakatos Mihály irányítása alatt mindig egy-egy sajátos tematikának, az iskola arculatát meghatározó mozzanatnak szentelték a napot. Most a folytatás újrakezdése címszó alatt ünnepelnek. Az idei rendezvény mozgató rugói Kastal Otília, Albert Melánia és Sólyom Gabriella tanárnők voltak. A határtalan program keretében magyarországi vendégei is voltak a 17. hagyományőrző napnak siófoki és kiskörösi diákok képviseletében. A rövid megnyitó beszédet követően Pászka Szilárd tisztelendő kérte Isten áldását a rendezvényre, annak szervezőire, résztvevőire, majd az iskola diákjai Dangúj Réka és Antal Csenge énekeltek, ezt követően pedig a diákok kivonultak a tanintézmény bejárata elé, ahol elkezdődött a hagyományos körtánc. Az idei hagyományőrző napon is nyitottak osztálymúzeumot, amelyet már a nyitás után többen látogattak. Elsőként érkezett a Fogarasi Mihály Általános Iskola második B-osztálya Fazakas Magdolna tanítónő vezetésével. A nap folytatásaként a legszékelyebb osztály számbavételére, történetmondásra, népdal éneklésre, kézműves műhely látogatásra is sor került. 2022. május 19-én, a 17. hagyományőrző napon a Salamon Ernő Gimnáziumban 514 diák és 20 tanár öltözött népviseletbe. Elfogadta szerdán a kormány azt a határozatot, amely szerint az árufuvarozók, személyszállítók üzemanyagpótlékot kapnak. A segítség literenként 50 banit jelent, a támogatás vállalkozásként nem haladhatja meg a 400 ezer eurót. A támogatási időszak 2023. július 31-ig tart. A szállítóknak minden negyedév első 15 napjában kell letenniük az igénylést az előző negyedévre. Az állami támogatás összköltségvetése 300 millió lej, ezt várhatóan 3000 cég fogja kérvényezni. A kormány határozat metodológiai formáit 30 napon belül kell kidolgozni a pénzügyminisztériumnak, és csak azt követően kezdődnek meg a kifizetések. Évtizedekig a Gyergyószent Miklósiak egyik kedvenc helyszíne volt a 4-es kilométernél található kemping, ahol majálisokat, fesztiválokat, motoros találkozókat szerveztek. A panzió és kemping néhány év kihagyás után ismét megnyílt, és remélik, hogy mielőbb élettel telik meg ez a terület. Várják a kikapcsolódni vágyó családokat, táborozókat, átutazókat, lakókocsis kirándulókat egyaránt.
Ünnepélyes keretek között nyitották meg Gyergyószent Miklóstól a Gyilkostó irányába 4 kilométerre található felújított 4-es panziót és kempinget. Az egykor nagy forgalmat bonyolító vendéglátóhely 2008-ban zárt be, majd a járvány előtt bérbe adták, de a korlátozások miatt csak rövid ideig üzemelt újra, most azonban a tulajdonosok szeretnék felvirágoztatni. Az aranyigazság, miszerint a jelenlegi állapotnál mindig van jobb, ránk is érvényes. Ugyanis az elvégzett munkálatokkal az volt a célunk, hogy a vendégeinknek biztonságos és kulturált körülményeket teremthetsük. Remélem és bízom abban, hogy ez sikerülni fog, és ezennel mi is hozzájárulunk Gyergyószent Miklós város jó hírnevéhez. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a 4-es panzió és kemping felújításához. Az ünnepségen Len Emil alpolgármester reményét fejezte ki, hogy a régi nagy majálisok ideje visszatér ezen a helyszínen. Kerekes Mónika unitárius lelkész és Dávid György, római katolikus főesperes plébános áldotta meg a helyet. Áldjon meg benneteket, bennünket az Isten, a dolgos órák izgalmával, az alkotás szép szabadságával és a találkozások ajándékával. Áldjon meg bennetek az Isten a hazatérés jó leső érzésével, a közös vacsora hangulatával és az egymásra figyelés örömével. A panzió és kemping megnyitása előtt jelentős felújítások történtek. 40 személy számára tudnak szállást biztosítani a panzióban, illetve a villában. Emellett részben felújították a 28 darab kétszemélyes kisházikót is. Nem volt közös fürdővel működtek a szobák, mindenik szobához külön fürdő van kialakítva, teljesen új felszereléssel, a szobák új bútorzattal, de majd meghívom önöket, hogy végig járják. Ezen kívül az egész villanyhálózat meg vízhálózat újjá van téve, és a tavalyi évben a szennyvízhálózatot tettük a normatívoknak megfelelővé. Ami azt jelenti, hogy 2 darab teljesen automatikus öntisztító szennyvízállomás van felszerelve. A fejlesztések során igyekeztek nem csak az épületeket, hanem a környezetüket is rendbe tenni, megfelelni az előírásoknak és az igényeknek egyaránt. Játszóteret alakítottak ki, és a sportpályák elkészítése is folyamatban van, hogy minél szélesebb körű szolgáltatást tudjanak majd nyújtani. A panzióban 2 apartman van, egyik eközül családi apartman, ami azt jelenti, hogy kisgyerekes családokat szeretnénk fogadni megfelelő körülmények között. A fürdőszoba babafürdetőkáddal van felszerelve, a szoba pedig babaágyjal. Családoknak, táborozóknak, átutazóknak egyaránt szeretnének megfelelni, és régi álmuk teljesült azzal, hogy megfelelően felszerelt 28 lakókocsis parcellát alakítottak ki. Ezt megálmodtuk, hogy akkor még Romániában nem nagyon volt, ezt nyugatról loptuk mi is az elképzelést, hogy kialakítani ilyen 10x10-es lakókocsi parcellákat, külön víz, villany, kanalizálási ellátásra. Erre büszkék vagyunk, mert ez megtörtént, és remélem, hogy itt a környéken egyediek leszünk. Akár egy ízletes ebédre is ki lehet látogatni a 4-es kilométerhez, de a remények szerint hamarosan megtelik a hely élettel, újra fesztiválok, nagyobb rendezvények helyszíne is lesz. Marosvásárhelyen 5 munkaponton 350 önkéntessel, 3 óra munkával igyekeztek a Marosvásárhelyi Rádió és partnerei által szervezett Közösen kitakarítjuk elnevezésű akció keretében minél több szemetet összegyűjteni. Így képzeljük el a természetet, most nevezetesen a Maros partját. Madárhangok, a gyík békésen napozik a kövön, a vadnyúl kecsesen szögdécsel a mezőn, a vadkacsák tollászkodnak és úszkálnak, nyílnak a sárga, fehér és piros virágok. Ezt az idilli hangulatot néha a rohanmentő szolgálat helikopterének hangja és néhány kocogó léptei zavarják meg.
Valótlanság, ha így képzelik el a Maros partot, ugyanis, ha a zöld felszín alá nézünk, előkerül a rothadó vagy nem felbomló szemét, és kiderül, hogy egyebek mellett a több vásárlásra szánt egyetlen szatyor is a fű mélyén lapul. Az idilli képet meg rontó állapotokat igyekeztek felszámolni Marosvásárhelyen 5 munkaponton, 5 teherautóval, 14 kajakkal, 1 motorcsónakkal, 350 önkéntessel, 3 óra munkával. Ez a Marosvásárhelyi Rádió és partnerei által szervezett Közösen kitakarítjuk elnevezésű akció keretében zajlott. A környezettudatosságra való nevelés ugyanis régi veszőparipája a közszolgálati médiaorgánum közösségének. Hát hál' Istennek, ami a szemetet illeti, évről évre kevesebb szemetet kell összegyűjtenünk, legalábbis ezen a partszakaszon, amit mi kiszoktunk takarítani a Szentkirályi gáttól egészen a Hétfákig. Viszont újdonság az mindig van, főleg ami a programunkat illeti, tehát igyekszünk ebből az egyszerű szemétgyűjtő akcióból egy tisztaságfesztivált szervezni. Cél a folyópart kitakarítása mellett a probléma tudatosítása, a cselekvésre való ösztönzés és a környezettudatos életre való nevelés, valamint a szemétgyűjtéshez kapcsolódó közösségi élmény megteremtése. Vannak partnereink, akik az első eseménytől kezdve velünk vannak, és nyilván ők a saját köreikben mozgosítanak és hozzák a saját csapataikat, viszont évről évre csatlakoznak hozzánk újak partnerként is, tehát újabb egyesületek, cégek, intézmények keresnek meg, hogy részt vállalnának ennek a megszervezésében és lebonyolításában, és nagyon sok magánszemély is csatlakozik, de nyilván van ennek egy törzs közössége, aki kezdettől fogva minden évben jönnek. Eddig 5 alkalommal szervezték meg a szemétgyűjtési akciót, egyetlen évben maradt el a rendezvény a koronavírus járványban bevezetett szigorítások miatt. Bár a szervezők szerint évről évre kevesebb a hulladék, az előző években minden alkalommal több mint 20 tonna szemét gyűlt össze. A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat keretében Marosvásárhelyen a színház téren a Maros Művész Együttes tartott néptánc bemutatót. A Maros Művész Együttes több éve partnere a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatnak. Idén néptánc és népviselet bemutatóval készültek a rendezvényre. Szombaton este Marosvásárhelyen a színház téren tartottak néptánc bemutatót. Gondoltuk, hogy az idén kiállítjuk azokat a népviseleteket, amik a Maros Művész Együttes kincstárában vannak, többek között ezek román, magyar, szász és cigányviseletek, és úgy gondoltuk, hogy ma este 9-kor a 2 tagozat, a román-magyar tagozat eljön ide, és ezeket és különböző kosztümökbe, különböző népviseletekbe vannak beöltözve, és ezeket nem csak viselve, hanem egy picikét táncba is bemutatják. A színház térről a kultúrpalota elé vonultak, ahol közös tánccal kápráztatták el a közönséget. A látogatóknak lehetőségük volt megismerni a különböző népviseleteket. Széki népviseletben vagyok, ami rékliből áll, fejkendőből, alsó szoknya, kendő, meg szoknya, meg kötény. A bemutatott népviselet nem csak alkalomszerűen viselhető. Gyakran viseljük, és napi szinten akár fel tudom venni, és szívesen használom, és büszke vagyok rá, hogy képviselhetem a magyar néptáncot és a Maros Együttest. A bemutató után az együttes tagjai a kultúrpalotától a színház térre vonultak, ahol ismét tánc bemutató volt, és egy népviseletekből álló kiállítást tekinthettek meg az odalátogatók. Erőnléti tesztek elvégzésével kezdődött a gyergyói hokiklub felkészülése. A gyergyói és csiki játékosok Csíkkarc falván az orvosi és metodológiai központban dolgoznak, míg a magyarországi jégkorongozók a hasonló adottságokat biztosító érdi jégcsarnokban edzenek. Karcfalván Góga Attila edző, Érden Szilasi Zoltán vezetőedző irányítja a munkát. A GHK légiósai egyénileg készülnek, de mindenki azonos edzőprogramot végez.
A szlovéniai VB-n a magyar és a romániai válogatottal szereplő 5 GHK játékos, Fejes Nándor, Ferenc Csibi Robert, Kozma Zsolt, Sárpátki Tamás, Daniel Tranke június 1-én csatlakozik a csapattársaihoz. Június 20-án majd Érdre utaznak a székely játékosok is, ahol egyhetes korcsolya technika tréningeken vesznek részt egy specialista edző vezetésével. A jeges felkészülés augusztus elején indul, arra már csatlakoznak a külföldi játékosok is. Minusz 2,9 Celsius fokot mértek csütörtök hajnalban Csíkszeredában. Krisztina Blága, a Szebeni Regionális Meteorológiai Központ meteorológusa arról tájékoztatta az Ager Press hírügynökséget, hogy fagypont alatti értékeket mértek Marushévízen és Gyergyóalfaluban is. Mindkét településen minusz 1,8 Celsius fokot. A leghidegebb 5 órakor napkelte előtt volt, a megye több régiójában dél is képződött. Híreink végén köszönöm a nekünk szentelt figyelmet, amikor csak tehetik, kövessék a Fénytelevíziót Facebookon is. Szép estét, viszontlátásra holnap!